Ismét küzdőtérré változott a 60-i Kodály Zoltán általános iskola tornaterme. A gála kezdetén mind a 26 harcos bevonult a szorítóba, hogy a közönség pontosan tudja, kikért kell szorítani ezen a vasárnap estén. A mérkőzéseket megelőzően Horváth Riad polgármester köszöntötte a jelenlévőket, aki beszédében kiemelte, hogy a város nagy hangsúlyt fektet a sportra és a sportegyesületek támogatására. Összesen 960-i harcos állt a ringba az estén, edzőjük szerint Házi Bálint, Sándor Csaba, Gáspár Milán, Kerek Csaba, Oroszi Bertold és Rozmarin Péter is a maximumot hozta ki magából. Mindannyian erősen küzdöttek, ám ellenfeleik jobbnak bizonyultak. Volt olyan mérkőzés is például a Kerek Csabáé, ahol a Csaba teljesen fel volt készülve, és valamiért nem igazán jött úgy össze. A mérkőzés végeredménye, ahogy számoltunk rá, Csabának a győzelmében teljesen biztos voltam. Az MMA-soknál ugyanígy voltam, a Rozmarin Peti folyamatosan készült, bár igaz, hogy a határszolgálat, ahol behívták a rendőrségtől, az 3 hét kihagyást eredményezett, tehát ez benne volt a pakliban sajnálatos módon, de úgy én nem ennek érzem a vereségnek az okát. Azt hiszem, hogy inkább egy kicsit becsúszott egy olyan dolog, amit nem számoltunk, megfejelték a mellét, és csont valószínű, hogy meg is repett. Berti viszont teljes egészében jó volt, ő egy véletlennek köszönhette, hogy kikapott, de hát a sport az ilyen. Ám győzelemből sem volt hiány 60-i fronton. Lázár Bence 3 erős rúgással indította meccsét, mindvégig ügyesen használta ki ellenfele hanyag védekezését. Így a második menetben a már vérző szemöldökű Kármán Mihályra rá is kellett számolni, s végül a bíró le is állította a mérkőzést. Kicsik nagyon jó szerepeltek, még akkor is, hogy Házi Bálint az egyik, és kedvencem sajnálatos módon kikapott, nagyon izgult, nagyon lelkis volt, itthon szerepelt, előtte mondom 6 versenyt megnyert, tehát úgy gondolom, hogy nem a felkészültségével és a tehetségeivel volt gold, hanem inkább a lábbalázával. A másik kisfiú, Lázár Balázs viszont ragyogon teljesített, holott a ellenfele, kis duci fiú, az 16 kilóval több volt, mint ő, de a rutinja, a tapasztalata győzelemre segítette. Laska Bencéről csak szuperlatívuszokba tudok beszélni, ő mindig hozza a formáját, most is csodálatosan, nagyon agresszív Ibrányi fiúval küzdött, és a Bence nagyon kőkeményen, nagyon okos technikával lerendezte, úgyhogy annak a győzelemnek nagyon örülök. Lázár Bence szintén győzött, úgyhogy ezek a győzelmek valahol kicsit bearanyozták az egyik felét a gálának, a vereségek pedig remélem, hogy megtanítottak arra, hogy legközelebb mit tegyünk annak érdekében, hogy győzünk. A fiatalok közül az első győzelmet Lázár Balázs hozta el, aki már az első menetben technikai KO-val nyerni tudott. Laska Bence is lendületesen indított, s hiába támadott vissza agresszívan ellenfele, Bence hamar földre küldte Kanalas Lászlót. A közönség állva tapsolta a 60-i sportolót. Én az elmúlt hét során nagyon komoly térdsérülésem volt, ezért nem volt egyszerű, és ki kellett hagynom egy hetet, úgyhogy ez most nagyon nagy öröm volt számomra, hogy így sikerült nyernem. Én úgy gondoltam, hogy az ellenfelem az sokkal agresszívabb lesz, és mivel jött rám egyfolytában, ezért gondoltam, hogy végig fog menni az egész meccs, de nekem az volt a célom, hogy a térdemet minél kevésbé terheljem, így minél előbb próbáltam befejezni, hogy ne legyen vele gond. Az est végén a King 4-es torna döntőjében Horváth Tamás és Góban Renátó csapott össze, a kiegyensúlyozott harcot végül a Györfi Gym sportolója nyerte meg.